Sziasztok, tartunk hazafelé Kumisszal a reggeli sétából, és igazság szerint mostanában egyedül ilyen alkalmakkor lenne lehetőségem videót csinálni, úgyhogy ezt most meg is ragadom. Ugyanis így augusztus végén, szeptember elején mindig nagyon-nagyon sűrű a program, ilyenkor indul az iskola, a kutatók éjszakájára kell készülni, illetve beindul még egy csomó másik olyan program is, ami szintén a tanévkezdéshez kötődő, és persze ilyenkor kell leadni minden projekttervet. Szóval most ebben a videóban vázlatosan összefoglalok néhány olyan programot, amin nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, és akár ti magatok is találkozhattok vele. Úgyhogy akit ez nem érdekel, nyugodtan kikapcsolhatja ezt a videót, és találkozunk majd egy másikban. Akit viszont igen, az nézze tovább, és az is ki fog derülni, hogy hogyan nyerhettek egy drónt. Első, nem sokára indul az Energiakövet program, aminek az a lényege, hogy Kumisz, gyere! Nem az a lényege, hogy Kumisz jöjjön, hanem egyszerűen leállt. Nincs hozzászokva ahhoz, hogy videózok, miközben vele vagyok. Mondjuk ez az idő tényleg róla szól. Az első, hogy nem sokára indul az Energiakövet program. Ez nagyjából arról szól, hogy egyetemi hallgatók pályázhattak energiahatékonyság témában különböző óravázlatokkal, közülük négyet kiválasztott egy szakmai zsűri, és ezt a négy hallgatót gyúrtuk nagyon alaposan, hogy olyan órákat tudjanak tartani különböző középiskolákban, ami lehetőleg motiválja a diákokat arra, hogy sokkal energiatudatosabban tudják folytatni az életüket. Ez pedig már csak környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható. Az energiakövetek nem sokára megkezdik a küldetésüket, mennek különböző általános és középiskolákba különböző nagyon jó órákat tartani, lesznek bennük kísérletek, érdekes információk és mindenféle egyéb játék, úgyhogy szerintem, ha eljutnak hozzátok, az szuper lesz. És van egy másik projekt is, ami lehet, hogy annyira nagy közönségnek nem érdekes, de nekem van egy szívet melengető aspektusa. Ez pedig az, hogy nemrég fordítottam egy filmet, egész pontosan tegnap előtt volt a leadási határideje, ami az űrhajós kiképzésről szól, Tim Peake brit űrhajós példáján keresztül. Ebben egyrészt az volt a jó, hogy egy szuper jó filmről volt szó, másrészt pedig az, hogy amikor én kiraktam Twitterre, hogy nekiállok ennek a munkának, akkor belájkolt a Tim Peake. Oké, nem lájkokban mérjük a sikert, és mindenki lájkja egyformán számít, de azért belájkolt egy tweetemet egy űrhajós. Ez azért mégiscsak egy nagyon jó érzés. Ennél azért sokkal, de sokkal nagyobb léptékű projekt, hogy jön szeptember végén, 29-én a kutatók éjszakája, aminek kapcsán több programban is részt veszek. Egyrészt elmehetek Brüsszelbe a központi európai kutatók éjszakájára, ez egy kicsit hamarabb lesz, hogy minden országból oda tudjanak menni olyan emberek, akik különböző kutatók éjszakája programokban részt vesznek. Úgyhogy várható az, hogy Brüsszelből is fogok jelentkezni, rövidesen. A kutatók éjszakáját megelőző hét péntekén, amit nem tudok, hogy hanyadika várjatok, 29-e a kutatók éjszakája, szintén péntek, mínusz 7, 22-én a Keletinél az idén is csinálunk egy gerilla kísérletezést. Délután 5 órakor kimegyünk a tudásos srácokkal, meg ott lesznek egyébként az energiakövetek is, és velük csinálunk valamiféle kísérletezést az arra járó emberekkel. Úgyhogy ha véletlenül akkor pénteken 5 órakor véletlenül arra jártok, kétszer mondtam a véletlenül, akkor mindenképpen gyertek oda, és persze hozhattok magatokkal ti is kísérletet, de biztonságos legyen. És ami nekem mindig a legnagyobb projekt kutatók éjszakája kapcsán, az az Ericsson Challenge. Ez a harmadik év, hogy részt veszek az Ericsson Challenge kitalálásában, összerakásában, szervezésében és mindenféle egyéb munkáiban. Két éve kis rajzoló robotokat kellett készíteni, ez volt az Ericsson Roboskis Challenge. Aztán tavaly jött a házilag készített okosruhás program, ez volt az Ericsson Serco Challenge. Az idei pedig az Ericsson Drone Challenge. Találjátok ki, hogy mi lesz a téma. Igen, drónokkal kell kihívást teljesíteni. Az egyik kategória a drone design, amiben ti magatok építhettek vagy átalakíthattok különböző drónokat saját szájízeteknek megfelelően. A szájíz nem jó szó, ne kóstoljátok meg. A másik kategória atomkomoly lesz. Mondjuk az előző is komoly volt, de ez aztán tényleg, ez a Drone Pro. Erre csapatokkal tudtok jelentkezni, és jó, ha vannak a csapatban olyanok, akik
tudnak programozni, vagy már részt vettek korábbi robotikai projekteken. Akik sikeresen pályáznak, a kutatók éjszakája előtti szombaton ott lehetnek egy nagyon profi drone programozó workshopon, ahol megtanulják az alapjait annak, hogy hogyan lehet autonóm repülésre alkalmas robotokat programozni, lényegében nulláról fogtok összehozni egy olyan kódot, amivel a drónt lehet irányítani. Persze ennek vannak különböző fokozatai, de hát ez benne a kihívás. És a legjobb az egészben, hogy a győztes csapat a végén megkapja majd azt a drónt is, amit egyébként programoztatok. A jelentkezés részletes feltételeit megtaláljátok majd rövidesen az Ericsson Facebook oldalán a játékszabályzatban. És ezeken kívül is lesznek különböző kisebb programok még szeptemberben. Például most pénteken egy képzőművészeti kiállítást fogok megnyitni Székesfehérváron, ami nagyon-nagyon furcsa volt első hallásra, de nagyon örültem ennek a megtiszteltetésnek. Egy elektrografikai kiállításról van szó, és szeretnék, hogyha valaki kívülálló is bele tudna nyúlni egy picit ebbe a témába, ha más nem a megnyitó erejéig. Nagy kihívás lesz, de várom a pénteket. Aztán 18-19-én Pécsett leszek, 18-án egy kísérletbemutató előadást fogok tartani, ennek a részleteit majd megírom nektek később. 19-én pedig az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének lesz egy konferenciája, szintén Pécsett, és ennek kapcsán veszek majd részt egy kerekasztal beszélgetésen olyan rádiós újságírókkal, akik Európa különböző részeiről jöttek, és tudományos témában készítenek műsorokat. Ez a beszélgetés nyilvános lesz, úgyhogy ha pécsiek vagytok, akkor gyertek, a részleteket majd közlöm mindenképpen. Hát azt hiszem nagyjából így néz ki a szeptemberem, úgyhogy most megyek haza, megvágom ezt a videót, aztán esem neki a többi munkának. Sziasztok!